Ez alkalommal egy igazi gyulai ételt fogunk elkészíteni, melynek az egyik alapanyaga egy gyulai pokolkolbász lesz. Mit is fogunk így elkészíteni? Ezen kívül még azért lesz benne egy kis gyulai békön is, meg egy kis gyulai füstölt főcsülök, mert most már megfőztem. És egy lecsós burgonyát fogunk a sült csülök mellé készíteni. Jó hangzik, tökéletes. Kezdjük. Van egy olyan érzés, ami hagymával fogunk kezdeni. Így van. Lecsós burgonyához muszáj egy kis hagymát is vágnunk. Egy szép kis hagymát találtam. Egy szép nagy fej hagyma. Figyelj csak, Zoli, ezt egy kicsit, ezt... Akkor felmelegítjük az olajat első. Így van, és akkor a szokásos feladatod lesz. Én ezt egy kicsit ilyen rusztikusra vágom, mármint ilyen nagyobb darabokra ezeket a hagymákat. Úgyis szét fog esni, meg fog pirulni. Szerintem ennyi bőven elég is lesz. Hogyha normál fej hagymát használunk, akkor körülbelül mennyire van szükség? Hát most ezen négy főről beszélünk, akkor kb. Egy ilyen 15-20 deka hagyma. Hát szerintem lehet, hogy ez is volt annyi. Jó, amíg te ezt megpirítod. Akkor egy kis paradicsom. Paradicsomot, paprikát. Ez már, hál' Istennek, magyar paradicsom, de látszik is rajta, nagyon szép. Szép a színe. Nem az a spanyol, ami még egy hónappal ezelőtt csak azt lehetett kapni. Meg az illata is, mert ennek van illata a szárának. Érted? Igen. Messziről lehet érezni. Most egy picit visszaveszem, mert csak. Oké. Meg magyar tévépaprika, úgyhogy ennek most már nagyon örülünk, hogy azért sikerült már ideig eljutni, hogy márciusban már lehet kapni. De mondjuk nem sok kihagyás volt, hál' Istennek, a magyar termékekkel egy másfél hónap. Én először mindig a paprikát szoktam a hagymához hozzárakni, hogy az is egy kicsikét piruljon meg, és utána meg majd a paradicsomot. Utána befűszerezzük, amíg a lecsó megfő, de közben majd megsütött hozzá a burgonyát. Tehát akkor mondhatni teljesen egy ilyen lecsós alappal készül most az ő. Így van. Hogyha még valaki akar rakni bele egy kis füstölt szalonnát, akkor azzal kezdi, de én már nem akartam ezt az ételt már úgymond túl bonyolítani, mert így is szerintem elég tartalmas lesz a kolbásszal, békönnel, füstölt csülökkel, lecsós burgonyával, szerintem ez egy jó kis laktató ételünk lesz. Úgy látom, hogy a paprika meg a hagymánk az megpirult. Akkor belekerül a paradicsom. Paradicsomot. És aztán be fogjuk fűszerezni. Kevés vizet adunk hozzá, hogy minél előbb megfőjön, meg levet engedjen. Én rakom hozzá a fűszereket, jó? Egy bort, egy kis kömény mag. Egy kis fekete őrölt bors. Akkor nem tévedtem sokat, csak bőzben nem láttam. Csak a sorrend. Pontos a sorrend? Nem, egyáltalán nem. Jó, egy kis só, és fokhagyma. És akkor végén egy kis fűszerpaprikát azért adunk hozzá. Azért a fokhagymának is azért jellegzetesen nagyon jó illata van, úgy, ahogy mint most ennek a paradicsomnak. Igen. Sőt, még a fűszerpaprikának is most valahogy rászóltam egy gyakorlatát. Még adok egy kis vizet. És akkor ez itt szépen. Akkor ez itt rocsogni fog. Amíg mi a többit elkészítjük. Én mit fogok csinálni most? Te most megsütöd a burgonyát. Ez egy sima burgonya, szóval mi általában ilyen méretű burgonyákat nem szoktunk használni, hanem ez sima egész burgonya, ugye látszik is, nincs is megtisztítva, szóval héjába, csak egy kicsikét mi már elő szoktuk sütni, és akkor úgy szoktuk megsütni forró olajba, mert ugye sokkal gyorsabban elkészül. És mi van rajta? Az egy kis rozmarin csak, meg egy kis sóbors, úgyhogy ennyi. Jó, az mehet oda bele, az meg fog pirulni szerintem egy-két percen belül. A burgonyánk az elkészült, és nyugodtan. Ezt tegyük nagyon hamar. Ide, a csepegtetőre, jó? Én közben itt felvágom a csülköt.
meg a pokolkolbász. Akkor a csülök az elő lett készítve. Így van, az semmi, az csak simán egy kis hagymás, fűszeres, babérleveles vízbe meg van főzve, teljesen puhára. És ebből vágunk egy pár szeletet. És akkor itt a felvágott csülökkel, akkor mi a következő, amit csinálni kell? Tostolni. Ennyi, meg így van, megsütjük, kicsikét megkirítjuk. Akkor nem is kell bekenni semmivel, csak így magába. Csak így szépen magába. Mennyi ideig érdemes sütni? Hirtelen meg kell pirítani, mert hogy ugye meg van főzve. Itt már túl nagy hőkezelés nem kell neki, csak piruljon meg egy kicsikét. Vágok addig még egy pár karika kolbászt. Ezt bele lehet rakni a lecsóba is, de mi most ezt is egy kicsikét megpirítjuk a roslapon, és süljön ki a zsírja. Még pirítunk mellé egy kis békönszalonnát és egy-két szeletet. Jó, hogy azért tartalmas ételt kapjunk. Ez nem egy fogyókúrás étel lesz, az biztos. Én még a lecsóhoz vágok egy kis petrezselyem zöldet. Kicsikét színesebbé tesszük az ételünket ezzel. Ennek a gyulai kolbásznak is szép piros színe van, vagy ilyen bordós. És az illata is jó. Még színesebb lesz akkor az étel. Meg ízesebb is természetesen a kis petrezselyem zöldtől. Szerintem már közben tálalhatunk is. Jó. Jó? Én rakok egy kis lecsós burgonyát. Te rakhatod majd utána rá a kis húsit, kis füstölt csülköt. Így van, az nagyon jó lesz. Akkor egy kis kolbász tetejére? Azt így van, az jöhet ide a lecsóhoz. Lecsós burgonyához. Pusit még kérek, jó? Azt mondjuk, köszönöm. Nagyszerű. Még kolbászt is dobhatsz. Ide. Oké, kész. Én kiszedem a bacon chipset, mert ez is közben megsült. Akkor ezt se kell sokáig alajba tartani. Csak éppen, hogy megpiruljon. Ezzel már egy kicsikét díszítjük és az ételt. De természetesen azért, hogy az összhang meglegyen, egy pillanatra megfognál. És akkor szokásosan egy kis csíra. Egy kis hagyma csíra. Ez pont megy is az ételünkhez. Jó kis lecsós burgonyához. És kolbásszal. Füstölt csülökkel. Na hát akkor az ételünk elkészül. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Jó étvágyat kívánunk.